Hontalan vagyok, mert vallom, hogy szabad a gondolat, mert hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, testvér minden ember, és hogy egymásra kell leljen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben, minden vallásban és minden népben, és Istenben, kié a diadal. Tisztelt egyházi vezetők, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Vas Albert versét idézve köszöntöm Önöket ezen a nyárvégi jeles napon. Azért vagyunk itt, hogy ünnepeljünk, hogy megemlékezzünk István királyunkról, történelmünkben betöltött államalapító szerepéről és örökségéről, a magyar hazáról és a magyar nemzetről. E dicső napon, augusztus 20-án az ő emléke és az otthont adó ezer éves magyar állam előtt hajtunk fejet. Szent István kétségtelenül a magyar történelem egyik legmeghatározóbb egyénisége volt. A hit, a béke szeretete és szolgálata jellemezte uralkodását. István király cselekedetei a maga idejében korszakalkotók voltak, hiszen egy akkor példanélküli politikai értékrend mellett tett hitet. Ezen eszme volt az, amely Európa nyugati felét felvirágoztatta. Kétségbe vonhatatlan történelmi nagysága. Államalapító, az első keresztény királyunk, aki keresztényé tette a nemzetet, és megteremtette a nemzetként fennmaradás esélyét. Kiemelkedő képességei legjobban tetteiből ítélhetők meg. Amikor Magyarországot megalapította, törvényeit és intelmeit, a rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a tisztességesek ellenvétők szigorú megbüntetése, a hit megtartása, a jó és igazságos hatalomgyakorlás szellemében alkotta. Tudta, sikerrel csak olyan kormányzás járhat, ami igazságos, amely a magyar emberek érdekeit és hagyományait tartja szem előtt. Példaképpen nézzük, mit írt István a főemberek és vitézek tiszteletéről. Senkit se hagy szolgaságba, senkit se nevez szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak. Uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlösség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és királyfiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog. Ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevékedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságodat, és másokra száll királyságod. Ettől óvakodva az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal fölvértezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen. Az államalapítást Szent István személyéhez szoktuk kötni, bár ez egy hosszú folyamat volt, számtalan olyan döntéssel, amelyek sok-sok emberöltön keresztül meghatározták sorsunkat. Ezer év távlatában jól érezhető, hogy ez nem ment egyik napról a másikra. István halála után egy évszázaddal lehetett azt mondani, hogy keresztény ország vagyunk, ami azonban még mindig nem a lakosság 100%-át jelentette. A kereszténység felvétele nem csak apogánsággal, a múlttal való szakítást jelentette, olyan elhatározás volt ez, amely lényegében határozta meg népünk és hazánk ezer éves történelmét. Ismerjük, hogy ez a döntés milyen következményekkel járt, és bizony azt is, hogy számtalan áldozatot is követelt. Mert bizony akkor is voltak olyanok, akik ellenezték az újítást, a megszokottól való eltérést. Szerencsére nem az ő akaratuk érvényesült, így egy szilárd, fejlett államszervezet és jogrend tudott kialakulni. Ez az örökség kötelez. Évszázadok óta egyesíti mindazokat, akik a nemzet részének érzik és vallják magukat, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek magyarként, milyen az ideológiai elkötelezettségük, vallásuk, politikai beállítottságuk. Nem véletlen tehát, hogy e napon magyarok milliói emlékeznek első királyukra, határól innen és azon túl is. Nagy királyunk elévülhetetlen érdeme, hogy hozzáigazította és átvételre alkalmazkodásra késztette a magasabb kultúrák fellegvárait fosztogató, félnomád életet élő néppolitikai kultúráját a korszerűbb európai modellhez.
Az európai elemekkel ötvöződő magyar állam és kultúra a haladó történelmi folyamatok fősodrához igazodott. Következetes államalapító és egyházszervező munkával olyan államot hozott létre, amely több mint egy évezred múltával is, még napjainkban is létezik. Szent István legnagyobb tette az volt, hogy megalapította a magyar királyságot, Európához csatolt minket, úgy, hogy közben megőrizhette az ország teljes függetlenségét. Ne feledjük, történelmünk során láthattunk nálunk sokkal jelentősebb népeket, birodalmakat eltűnni, szinte nyom nélkül. De hálára adok ott, hogy ezekben a válságos helyzetekben végül mindig akadt népünknek egy-egy olyan kiválósága, aki egy helyes döntéssel megvédte a hazát. Bizonyára ennek köszönhető, hogy ma itt fejet hajthatunk elődeink emléke előtt, és együtt emlékezhetünk államalapítónkról és az államalapításunkról. Nem kell a történelem tudományban túlságosan elmélyedni ahhoz, hogy beleképzeljük magunkat az akkor élő ősök helyébe. A magyar nép történelmében az államalapítás a legfontosabb események sorsfordító időszakok egyike volt. Igaz ugyan, hogy ebből akkor még semmit sem lehetett sejteni. Ugyanakkor ez a fennmaradásunkat garantáló lépés egyben nagy megrázkódtatást is jelentett az akkori kor magyarjai számára. Fel kellett adniuk szokásaik egy részét, eredeti vallásukat, életmódjukat. Át kellett vennük egy új szokásrendszert. Egy új nyelvet kellett megtanulni, Európa közös nyelvét, a latint. Legalábbis a törvényekben. És ami a legfontosabb, el kellett fogadni egy új vallást, a kereszténységet. Persze ez nem ment olyan egyszerűen, hisz sokan az életüket veszítették Szent István és az ő államalapító elképzelése ellen fordulva. És az idő, mint tudjuk, a történelem gyakorta ismétli önmagát. A következő évszázadokban számos alkalommal kellett újból és újból bebizonyítanunk, hogy igenis helyünk van Európában. Számos alkalommal kellett idegen népek hódító hadjáratai során akár az utolsó csepp vérünkig védelmezni hazánkat, mi több, megvédeni akár nyugati nemzettársainkat is az elnyomástól. Ha elbuktunk, képesek voltunk akár újból és újból előről kezdeni, újból és újból felépíteni lerombolt kis hazánkat. Ezzel bizonyítva Európának, hogy a magyar nép erős. Évszázadokon át tartó kemény munkával és szorgalommal képesek vagyunk biztosítani több millió magyar ember számára a mindennapi kenyeret, a megélhetést és a biztonságot. Bebizonyítani, ha kell, akár magunknak is, hogy képesek vagyunk boldogulni, akár idegen hatalmak árnyékában is. Nekünk Szent István emléke biztonságot, hazát, földet, biztos megélhetést, a családot jelenti. Szent István király lett a független magyar állam szimbóluma. Ma is mindannyian a saját szülőföldünkkel akarunk élni és boldogulni. Kiszámítható, boldog és biztonságos jövőt szeretnénk magunknak és szeretteinknek. Mondhatnánk, hogy mindez csupán történelem. De higgyék el, sok tekintetben számunkra is aktuális üzeneteket hordoz, csak épp le kell fordítani korunk nyelvére. Napjainkban az a legfontosabb kérdés, hogy mi hogyan tudjuk továbbvinni Szent István örökségét. Kin múlik? Hát csak is rajtunk, hiszen mi vagyunk a haza. Akkor nem nekünk kell ebben az országban békésen együtt munkálkodni? Nem nekünk kell felülemelkedni ideológiai különbségeken, pártérdekeken, megosztottságon? De bizony igen, mert csak így haladhatunk előre. Higgyék el, csak így tehetjük jobbá ezt az országot és ezt a kisvárost. Nem utogassunk másra, mert az nem csak országunk mindenkori vezetőinek felelőssége, hanem a miénké is, minden magyar emberé. István király megmutatta az utat, méltó követői pedig megszilárdították azt. Első királyunk olyan értékrendet fektetett le az országban, amely akár 1000 év múltával is a valódi boldogság alapja lehet. Ránk hagyta egy nemzet akaraterejét, tetrekészségét, ránk hagyott tiszta erkölcsöt, a család és a közösség összetartó erejét, és ránk hagyta a valódi hazaszeretetet, amely történelmünk során oly sokszor átsegítette népünket a legreménytelenebb időszakokon is. Nem kell túl nagy élettapasztalat, hogy az ember belássa. Minden cselekedetünkkel vagy építjük, vagy pedig bontjuk annak a közösségnek a házát, amelyben lakunk. Ezért is olyan fontos, hogy ünnepeink alkalmával felhívjuk a figyelmet arra, hogy egymás támogatása nélkül nem tudnánk olyan sebességgel haladni életünk házának építésén, mint ahogy azt szeretnénk. És igen, megint a közös erő, a közösség ereje. Kölcsei ezt írta a közösségről.
Az ember egyedül gondolva nem több magányos vadállatnál, amely élte fennmaradásáért zsákmányt keresve bolyong. Emberi ész és erő csak társaságban fejlik ki, és amint valamely embertársaság szerencsésbb, szebb, dicsőbb hazává alkotta magát, polgárai minden szépben és jóban aszerint haladának. Ezért kell minden művelt embernek a hazát legfőbb gondjává tennie. Lehet, hogy első hallásra nem tűnnek kölcsei szavai egy augusztus 20-ai ünnepi beszédhez írónak, de én mégis nagyon sok ideülő párhuzamot vélek felfedezni ezen történelmi idők és napjaink között. Mert nincs új a nap alatt. Hála Istennek változnak a körülmények. Lóhelyet autókkal járunk, nem vágjuk le valaki kezét, ha lopott, hiszen a mai igazságszolgáltatás ennél már sokkal humánusabb. De a kisebb közösségek vagy a nagyobb társadalmi egységek, mint egy ország, csak szabályok alapján képes jól működni. Ezek közül a szabályok közül a legfontosabb a társadalmi együttélés szabálya, amelynek alapja a tolerancia, a segítőkészség és a kölcsönös szeretet. Igen, ha ezt betartjuk, legalább itthon békességben élhetünk. De mi a helyzet Európával? Ma viszonylagos nyugalom van. Az lesz olyan holnap is? Mert Európában a háború elkezdődött, és így zajlik a szemünk előtt. Most még nem hadseregek vonulnak a Duna völgyében, nem nyílt csatákban szemtől szembe vívunk harcot, hanem egy szinte láthatatlan, erőszakos, saját kultúránkat meghódítani és elpusztítani akaró hatalom ellen kell védekeznünk. Készek és képesek vagyunk-e megvédeni országunkat, családunkat, magunkat? Csak érdekességképpen említem meg, hogy a mohácsi csata előtt az összes keresztény lovag levette csizmájáról a sarkantyúját, elvetve ezzel a csatából való menekülés lehetőségét. Lassan lehet, oldozhatjuk a sarkantyúinkat mi is? Mit tehetünk mi? Van-e kiút a jelenleg egész Európát sújtó veszélyhelyzetből? Hát igenis van. Ha elődeinkhez méltó módon próbáljuk élni életünket, tanulunk a hibáikból, emlékezünk és továbbadjuk a következő generációknak példájukat és nagy tetteik történetét. Ha a mögöttünk álló évszázadok küzdelmeire, ha nemzetünk, kultúránk, hitünk megmaradásáért tett erőfeszítésekre, a közösség erejére, a magyar emberek nagyszerű teljesítményeire gondolunk, akkor láthatjuk, hogy a kitartás, a munka és az egymás iránt érzett felelősség mindig meghozta a sikert. A mi kisvárosunk is az együttélésről szól, hiszen egy közösséget alkotunk. Természetesen nem értünk mindenben egyet, különbözünk külsőségünkben, jellemünkben, hitünkben és meggyőződésünkben, de ettől is szép ez a világ. Viszont ha szívből szeretjük ezt az öt dombon épült kisvárost, akkor a cél felé vezető úton elhagyhatjuk személyes ambícióinkat, lehullhatnak rólunk a sértődöttségeink, mert ezek az egyéni dolgok nem nagy árak azért a jóért, amit egy élhető és szerethető város közössége ad nekünk. Szerencsére a jó tulajdonságok mind a mai napig megvannak bennünk, ezt magam is megtapasztalom nap mint nap. Ha egy jó példa a közösség támogató munkájával párosul, olyan akadályokat is le tudunk küzdeni, amelyeket a köznélkül ez idáig áthághatatlannak minősítettünk. Nem véletlen, hogy a nagyszerű dolgok akkor születnek, ha béke és rend van. Öröm körbenézni a városban. Azt gondolom, látványosan fejlődünk. És a nagyja még hátra van. A legszebb érzés az, hogy sokukban feltámad a késztetés a szépítésre, a város jobbá tételére. Évről évre egyre több péceli barátunk érzi szükségét annak, hogy akár munkája, akár lehetősége szerint segítse kis közösségünket. Rövid megemlékezésem végén most sem szeretnék eltekinteni attól, hogy ne emlékezzek meg azokról, akik fáradhatatlan munkájuk révén megtalálva életükben azokat az értékeket, amelyek révén akár erejükön felül is mindent megtesznek városuk épüléséért, felvirágzásáért, mindannyiunk boldogulásáért. Hála és köszönet érte nekik. És igenis, legyünk büszkék városunkra, szűke lakókörnyezetünkre, azok munkájára, akik nap mint nap bebizonyítják, hogy végig söpörhet a világon gazdasági válság, amely takarékosabb működésre kényszerít bennünket. Érhet minket természeti katasztrófa, városfejlődése nem áll meg, ha mindannyian úgy akarjuk. Bízom benne, hogy ebben is egyetértünk. Ma is csak összefogással tudjuk saját és gyermekeink jövőjét jobbá tenni. Mert most újra olyan korszakot írunk, amikor előtérbe kerül az egymással szembeni türelem és az együttműködés szükségessége.
Ehhez azonban az kell, hogy figyeljünk egymásra, örüljünk a mások sikereinek, és segítsük őket gondjaik megoldásában. Tudjuk, hogy mit akarunk, és nem szabad hagynunk, hogy a nehézségek eltántorítsanak bennünket céljaink elérése során. Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, hogyan váltunk Európa közepén kicsiny, de megmaradni képes országgá, nemzetté. Nemzetté, amely kenyeret ad a népnek. A magyar ember mindenkor életnek nevezte a búzát, a legfontosabb kenyérnövényünket. És valóban, élet minden egyes gabonamag. Mert ezek a kicsi magok bármikor képesek életre kelni, magukban hordozzák az élet csírát. Augusztus 20-a tehát a nemzet megmaradás, európaiságunk létjogosultságának ünnepe. Ennek a megmaradásnak az egyik jelképe az új kenyér is. A kenyér, ami étel, vagyis az élet táplálója. Kívánom, hogy ez az új kenyér hozzon békét és bőséget nekünk, hitben, szeretetben megélt jövőt mindannyiunknak. Minden esztendőben hagyományosan sor kerül az új kenyér megáldására. A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér számunkra a haza és az élet összekapcsolódását jelenti. Megszentelése az a szeretet és az együttgondolkodás jelképe. A kenyér szeretete jelen van hitünkben, imádságunkban. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Kívánom, hogy így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak.